Egy új célt tűztünk magunk elé, miután kitapostuk a kormányból, hogy foglalkozzon a szegény és éhező gyerekek egész évi étkeztetésével. A múlt héten csütörtökön a 2015-ös költségvetést megalapozó törvény módosításához nyújtottunk be Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársammal egy önálló törvénytervezetet. Bizonyára önök tudják, hogy annak idején az ókorban a spártaiak a gyengéket a Taygetosra vitték és a mélybe lökték. Hát a Fidesznél ez most már másképp van, mégiscsak egy civilizált országban ezt nem lehet megtenni, de azért március 1-jével 6 olyan ellátási támogatási formát eltöröltek, amely közel 1 millió embernek nyújtott viszonylagos biztonságot. Március 1-jével eltörölték a rendszeres szociális segélyt, eltörölték a lakásfenntartási támogatást, eltörölték az adósságkezelési szolgáltatást, a méltányosságból adható közgyógyellátást, a méltányosságból adható ápolási díjat, és megszüntették az önkormányzati segélyt is. Ezzel, ahogy én látom, több százezer embert, hanem 1 millió embert a mélybe taszítottak, és több százezer embernek veszik el a lakhatási biztonságát, és adósság csapdába hajszolják ezeket az embereket, és emberek tízezrei nem tudják kiváltani a gyógyszerüket. Mi a gond ezzel az egésszel? Hát arról van szó, hogy odalökték a feladat megoldását, a szociális problémák kezelését az önkormányzatoknak, és immáron közel 3000 önálló olyan rendelet van, amely szabályozza, vagy nem szabályozza egyáltalán a szociális ellátásokat a települési önkormányzatoknál. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy legalább két dolgot kéne definiálni. Kinek és mi jár a települési önkormányzatok esetében. Nem arról van szó, hogy a régi ellátásokat egy az egyben vissza kívánjuk állítani, de mégis azt mondjuk, hogy ha már a településekhez rendelték ezeket a feladatokat, akkor néhány szempontnak meg kéne felelni. A javaslatom lényege a következő. Mindenek előtt a segélyezési rendszer korrekciója, ez az egyik lába, a másik lába pedig a már 7 éve azonos összegű öregségi nyugdíjminimum összegének a megemelése. Tudniillik, nagyon sok szociális transfer ehhez a nyugdíjminimumhoz van rendelve, amely 28.500 forint most már 7. éve. Ennek a megemelését javaslom 40.000 forintra. Részletesen a következőkről. A járások a jövőben is kell, hogy foglalkozzanak a lakhatási támogatással. Ez egy normatív ellátási forma lenne, de a lakásfenntartás kapcsán egységes rendeletet kell alkotni a járásoknak annak érdekében, hogy ne különböző ellátási formák, illetve jogszabályok szabályozzák azoknak az embereknek a ellátását, akikről nekik kell gondoskodni. Éppen ehhez kapcsolódva a jelenlegi 450 forint per négyzetméter támogatási összeget javaslom 600 forint per négyzetméter összegre emelni. A település támogatás kapcsán a javaslatom az, hogy ez változatlanul önkormányzati feladat legyen, egy olyan méltányos ellátás biztosítása, amely egy bizonyos összegtől kevesebb összeghatárt nem határozhat meg a települési önkormányzat. Ugyanis, ahogy említettem önöknek, ma nagyon sokféle önkormányzati rendelet van, és az önkormányzatok egyszerűen úgy szűkítik a hozzáférés lehetőségét, hogy szinte teljesíthetetlen feltételeket szabnak a rászorulók számára. Ugyanígy ebben a települési támogatási rendszerben kell az ápolási díjra való jogosultságot, vagy akár a temetéshez való hozzájárulást is szabályozni. Az adósságkezelési szolgáltatást javaslom visszaállítani. Ez is egy kötelezően ellátandó önkormányzati feladat lenne. Hangsúlyozni szeretném minden települési önkormányzatnak. A régi rendszerben csak a 40.000 főnél nagyobb lélekszámú településeken volt adósságkezelési szolgáltatás. A javaslatom lényege az, azon túlmenően, hogy minden településen kötelezően működtetni kell, hogy nem kell megvárni azt, hogy valaki mondjuk egy rezsitartozás kapcsán 6 hónapos elmaradással rendelkezzen. A javaslatom lényege az, hogy 3 hónap után automatikusan működtetni kell az önkormányzatnak,
és az önkormányzat a tanácsadási kötelezettséggel is kell, hogy fel legyen vértezve, tehát nem elég kiegyenlíteni a számlát, vagy a számla kiegyenlítéséhez segítséget nyújtani, hanem tanácsadási szolgáltatást is működtetni kell. Végezetül szeretném megjegyezni önöknek azt, hogy volt egy olyan elv a magyar segélyezési rendszerben, hogy egy családban egy segélyezett lehet. Most március 1-je után a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ez úgynevezett FHT kapcsán, ugye csak egy támogatott lehetett egy családban, viszont van 2675 olyan család, ahol különböző oknál fogva mindkét felnőtt tag FHT-s lehetne, de ezt nem kaphatja, és itt ezek, azok nem kaphatják, akik közül az egyik családtag rendszeres szociális segélyen volt. Ez látszólag bonyolultnak tűnik, de nem az, tehát egyik RSS volt, a másik pedig FHT-s. Mivel az RSZ-t megszüntették a rendszeres szociális segélyt március 1-jével, ezek az emberek semmit nem kapnának, a javaslatom az, hogy töröljék el ezt a merev szabályt. Hangsúlyozni szeretném, hogy a nyugdíjminimum emelése kapcsán ugye a jelenlegi 28.500 forintról javasoljuk 40.000 forintra emelni, ennek dátuma július 1-je. Azt gondolom, hogy ezzel minden szociális problémát nem lehet ugyan megoldani, de a jelenlegi szociális háló az inkább úgy néz ki, hogy egy hatalmas lyuk tátong rajta, ezen a hatalmas lyukon szeretnénk mi egy olyan beavatkozást eszközölni, ahol nagyon sok embernek tudnánk támogatást nyújtani, hogyha a kormány, illetve a kormányzati többség a parlamentben elfogadná a javaslatunkat. Bízunk abban, hogy Kövér elnök úr a héten kijelöli azokat a bizottságokat, akiknek meg kell tárgyalni ezt az előterjesztést. Egyébként köszönöm szépen a figyelmüket. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy a hétvégén már a parlament honlapján az előterjesztésünk az olvasható volt.